képek egy másik műsorból, ez viszont az Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, Rónai Egon vagyok. Péntek estére szánunk témákat, abból láthattak itt néhány ízelítőt, és hát két vendéggel kezdjük az adást, ahogy ilyenkor ezt tenni szoktuk, Kacsó Dániellel és Fekő Ádámmal, két újságíró kollégával, az Azonnali, illetve a Mandiner munkatársai főszerkesztő helyettese a vendégünk. Azzal kezdtük, és szerintem azt is dobnám be első témának, amit a miniszterelnök reggel mondott a szokásos Kossuth Rádiós interjújában, és ami jelek szerint az ellenzékben némi visszhangot azért talált, van egy másik is, az meg Márki-Zay Péternél, és arra is kitérünk majd, hogy mi szerint is az ellenzék úgy szeretne hatalomra kerülni, hogy árt az országnak. Én értem, hogy a hatalomban lévő szerint az árt az országnak, ha nem ő van hatalomban, de ezen túl ez mit jelent? Szerintem Orbán Viktor mondatain megmozdulni, azok nyomán megmozdulni, felháborodni, az szerintem egy ilyen három évtizedes hagyomány most már, úgyhogy csodálkoztam is volna, hogy nincs legalább egy olyan, amit ki lehet így emelni közülük. De szerintem teljesen egyértelmű, nyilvánvaló, Orbán Viktor szerint a baloldal, és erről nem először most beszélt, ártott az országnak, amikor kormányra került. Elveszem tőled a szót, mert nem biztos, hogy minden szavadat hallják a nézők, mert a mikrofonoddal valami baj van, jelzik a kollégák. Azon te nem fogsz tudni módosítani, viszont akkor átadom addig Ádámnak a szót, amíg te kapsz egy másikat. Hát akkor most egy kis one-man show-m lesz, végre nincs ilyen vita. Énekelhetsz is, ha akarsz. Szerintem ez az, most őszintén szóval persze Orbán Viktor mondatai felháborodni nemzeti sport, de ezt valószínűleg egyébként szándékosan is csinálja, tehát ez elég komoly kommunikációs táp dolgozik azon, hogy minél többen felháborodjanak a mondatain. Ez azért, amit mondott, ez az ilyen klasszikus leegyszerűsítése, meg az ilyen klasszikus, ilyen populista iskola egyébként, hogy nagyjából olyan színvonalon meséljük el a politika történetét, mint nem tudom, hogy néztétek-e annól, vagy volt a játékotok a G.I. Joe-ban, amikor a kobrák ellen mentek, hogy a kobráknak az egyetlen egy gondolata az, hogy rosszat tegyenek, és hogyha ezt sikerül átvinni, már pedig egyébként az ellenzéknek is sikerül a saját köreiben egy részének átvenni, akkor le is vannak egyszerűsebb a dolgok, mi vagyunk a jók, ők pedig a gonoszak. És ennyi? Ez egy kiragadott mondat, azért tegyük hozzá, tehát nyilván ennél hosszabban beszélt az interjúban is, egyébként korábban is a miniszterelnök már adott esetben egy tusványosi beszédben, azért ad időt az embernek, hogy kifejthesse a gondolatét és azokat lehessen értelmezni. Nyilván egy mondatot kiemelünk egy interjúból, akkor azt mondjuk rá, hogy ez egy mondatos üzenet. De akkor nézzünk egy másikat. Oké, elhiszem. Hozzá valamit, bocsánat, csak említetted ezt az egybitességet, és hogy a kobrák meg a GI-t. Most fordítsuk meg a képet, nézzük meg mondjuk Márki-Zay Péternek a beszédeit, vagy ezeki politikusok üzeneteit. Azt mondják, hogy Orbán Viktor maga az ördög, és maga a sátán, aki csak rosszat tud tenni ennek az országnak. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor minimum win-win a helyzet. Vagy a sátának talán még vissza nem nevezték, de azért azt, ha már mondtál, hogy simán lehet, hogy Orbán Viktornál egy csapat kitalálja, hogy mi az, amitől karjába dőljön a másik oldal. Ez Márki-Zay Péternél is működik, és működhet, hiszen Márki-Zay Péter is mond olyan mondatokat, amire felhördül a másik oldal. Nekem az a tippem, nem akarom elviccelni, hogy lehet, hogy az ő csapata is a karjába dől, amikor elhangzik néhány mondat. Tehát, hogy ez egy ilyen különbség, azt gondolom, a két politikus között. Szerintem Márki-Zay Péternél az a bizonyos csapat, amit oda képzelünk, az nem biztos, hogy kontrollálja, vagy egyáltalán bármilyen komoly hatással van az ő kommunikációra. Hát ebből voltak is problémák, egész frissek is vannak, és az elmúlt hónapokban elég sok egyéb volt. Egyrészt ez valószínűleg igaz, hogy a Márki-Zay Péter egy jóval önjáróbb és kiszámíthatatlanabb figura, mint az Orbán Viktor nyilatkozott ügyileg, meg úgy általában egyelőre mindenben, de hát azért az is igaz, hogy a kettőjük közti kommunikációs stáb méret se hiszem, hogy pont ugyanaz a minőség, és közel biztos vagyok benne egyébként, hogy a Márki-Zay Péter kommunikációs stábja nem Ibizára szokott járogatni, szórakozni. Emiatt aztán valamivel kevésbé tűnik profinak ez a történet, amellett, hogy a Márki-Zay Péternek is egyébként vannak ilyen klasszikus populista húzási, ezt azért nem szabad elvitatni. Megértem, hogy az intellektuális képességet fogod felhozni, de aztán, amikor az Ibizával jöttél, akkor megnyugodtam. Nem, én mindenkit nagyon okosnak tartok, aki ideig eljut, vagy hát attól függ, nem, valójában nem mindenkit. Azt is mondta ma reggel Orbán Viktor, és erre reagált Márki-Zay Péter, hogy a kampány során ne legyen téma a járványkezelés. Ami hát egy furcsa mondat, mert hogy két éve szinte más témánk sincsen, csak a járványkezelés. Mindegy, hogy ki melyik oldalon van, erről mindenkinek megvan a véleménye, és hát erről beszélünk is. Hogy lehetne ezt elkerülni?
Szerintem inkább én hallgatom ezt a beszélgetést, tehát ezt a reggeli interjút, és én inkább úgy értelmeztem, hogy jó lenne, ha, tehát hogyha egy ideális világban, ahol a politikai diskurzus olyan lenne, ami ennek lennie kéne, sehol nincs ilyen a Földön, szerintem ilyen állás szerint Magyarországon sem mondhatnánk, hogy példaértékű lenne a közbeszéd és a politikusok egymáshoz való viszonya és kommunikációs eszközeik, de viszont ettől függetlenül ez egy vágyként ott lehet az emberben, mint felelős politikus, hogy bárcsak így lenne. Hát nem így van, ez kétségtelen. Szerintem ezt Orbán Viktor is nagyon jól tudja. Jó, de Orbán Viktor is megtesz azért mindent, tehát azért az elmúlt két évben bőségesen osztotta az ellenzéket járvány kapcsán. Nem, maga miközben is. Le van gyilkosozva, mondjuk Kásler Miklós hentesezve, akkor szerintem nem várható el mondjuk az a kormány oldaltól, hogy ezeket a kommunikációs neki feszüléseket csendben tűrje. Hát de nem ez a, nem is tudom, ilyen kereszténydemokrata értékednek a része, legalább jó példával járjunk elő, tehát hiszen hát egyébként ő is elmondta, hogy a baloldal lelkén száradnak halálesetek, amikor nem adották be maguknak a kínai vakcinát, hogy egyébként tegyük fel, hogy elhisszük azt a narratívát, hogy az egész az ellenzék hiba, és ezt az egészet ők kezdték, hiszen hát ő ütött először, attól még lehet valami jó példát mutatni, tehát hogy most azzal védekezni, hogy a másik is hülye, ezt az oroszok szokták csinálni egyébként, amikor a saját demokrácia deficitjüket kritizálják. De ez a politika terepe, tehát hogy az ember, tehát hogy nem a másik arculat keresztény parancsa érvényesül, hanem bizony kőkemény szabályok vannak. Na de Márki-Zay Péter meg erre azt mondta, kőkemény szabályok szerint, hogy 41 ezer halott, számtalan tönkrement vállalkozás, elvesztett munkahely, az egyre rosszabb várólisták után, ez az egyik legfontosabb kampánytémánk. Világos, hát én emlékszem arra, hogy micsoda lamentálás volt abból, hogy az ellenzék mennyire használja ki a halálozási adatokat az ő saját kampányában, mennyire olvassa azt a kormány fejére, voltak dilemmák, hát úgy tűnik, hogy ez eldőlt, és minden a kormány felelőssége, egy személyben Orbánktól felelőssége, ami rossz történik Magyarországon, legyen az az infláció, ami külföldről, külföldi hatásból érkezik be Magyarországra, legyen az egy járvány. Külföldi hatásból ismer az infláció, mert a járvány előtt is magas volt Magyarországon. Azért erre emlékszünk. Az Orbán Viktor saját maga mondta, hogy igazából az ő felelőssége ez az egész védekezés történet, és hogy ezek után nem annyira fura, hogy ráolvassák, hogyha egyébként nem különösebben jók a halálozási adataink. Egyébként ugye pont, tényleg? Most, pont hogy így mondod, ezt ő húzta magára. Igen, és hogy pont egyébként, ugyebár egy mai hír, hogy a második világháború óta nem volt ennyi halott egy évben Magyarországon, és most itt lehet számmisztikásat játszani, hogy többet halált kell számolni, meg ilyesmi, de legyünk őszinték, hogy két évvel ezelőtt, vagy nem, mondjuk kettővel, de mondjuk három évvel ezelőtt azért nem volt gyakorlatilag mindenkinek legalább egy-két ismerőse, aki meghalt hirtelen a semmiből. Most van, hogyha nem a számmisztikának hiszünk, akkor legalább a saját tapasztalatunkat higgyük. Jó, el. Nincs ország a világon, ahol ne lett volna áldozata a Covid-nak egy-két szigetországon kívül, ahol valami csoda folytán meg tudták úszni. Tehát azért ezt meg írjuk a másik oldalra, hogy ez megúszhatatlan volt gyakorlatilag. Persze, csak amikor a itt ilyen győzelmi litániákat harsogunk, meg teraszt nyitunk, influencereket fizetünk, hogy műjenek ki a teraszra, az szerintem egy kicsit megalázó azok számára, akiknek meghalt valakiük ebben az egészben. Szerintem olyan dicsimuszt én nem hallottam kormánytaktól, hogy tökéletes volt minden, ami az elmúlt években történt. Igaz, ez egyébként magára a kormányzásra is Orbán Viktor személyesen mondja el több alkalommal, miközben helyette nem fogja senki dicsérni a Fideszt, hiszen ezt a Márki-Zay Pétertől és a baloldaltól nem lehet elvárni. Nyilván bizonyos dolgokra büszke a kormányzat, arra is büszke, hogy gazdaságilag hogyan sikerült kikeveredni például ebből a történetből. Lehetett volna mennyivel rosszabb. Hatósági nem mondja, járás csirkefarától. Azt gondoltam, hogy... hát ez olyan magas labda volt. De. És miért a hatósági járás csirkefarát azon túl, hogy ezt jól esik így kimondani, mert jól esik gúnyolódni rajta, azon túl mi a probléma vele? Hát az, hogy ez nem egy gazdasági teljesítmény valójában, hogy hatósági erre teszünk dolgokra, és aztán azzal példázunk, hogy Szerbiában, ami valójában nem egy különösebben jó gazdaság, meg Argentinában, meg általában a csőd szélén tántorog, ott is ezt csinálták. Tehát, hogy ez nem egy előremutató dolog, és ez azért alapvető probléma, hogyha azt kell mondani, hogy hatósági járások vagyunk. Arról nem is beszélve, hogy már megint nem az állam segít ténylegesen, mert igazából nem az áfát csökkentik, nem az állam mond le a saját bevételeiről, hanem a kereskedőket szivatják, és aztán ezt előadjuk nagy produkciókat. Ez olyan, mint amikor betiltották a hajléktalanságot, és akkor megdöbbentük rajta, hogy úgyse nincsenek már hajléktalanok, megoldottuk a problémát. Érdekes hatóságának és hajléktalanság összekapcsolása, de értem, mire gondolsz. Én azt gondolom, hogy
ebben az ügyben született egy döntés, egy lépés a kormány részéről, amelyet lehet nyilván vitatni. Ez egyértelmű volt, hogy amit bejelentik, kb. 5 percnek kell eltelni, hogy bizonyos gazdasági szakemberek, vagy újságírók, vagy politikusok nekiessenek a döntésnek. Lehet vitatkozni a módszerekkel, mi történt, van egy probléma, van egy akut probléma, a kormány pedig tesz egy hatásos lépést, lehet vitatni az eszköznek. Nem tudunk, hogy hatásos, ezért ezt tegyük hozzá. Tesz egy határozott lépést, azért várjuk meg minden esetben, tehát kétségtelen, hogy ezt meg kell tennünk, de tesz egy határozott lépést, ez nem beismerés a gazdaságpolitika hibáinak, ez pont arra egy jel, hogy a kormány erős lépéseket tesz, amikor olyan probléma van, amit meg kell oldani. Tehát nem vár vele, nem gondolkodik adott esetben heteket, hónapokat. Hogyha gondolkodik egy kormány egy probléma megoldásán, ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, hogy azt mondjuk, hogy várjunk meg egy kicsit, hogy beszélgessünk gazdasági szakemberekkel. Én arra gondolok, hogyha most van szükség egy lépésre, akkor azonnali cselekvésre van szükség, akkor azonnali cselekvés történik. Nyilván valami gondolkodás megtörtént, hiszen egy kormányülésen született meg a döntés, úgyhogy azt nem gondolom, hogy egy teljesen légből kapott intézkedésről van szó. Pont a csirkefarhát született másnapra meg, mint döntés, hallva azt, hogy azok a döntések nem épp a legszegényebbeknek segítenek, amiket korábban meghozott a kormány. A Völner Sadl ügy mennyire tart ki április 3-áig témaként a kampányban? Akár mindkét oldalon, mert valamit lassan a Fidesznek is mondani kell erre a dologra, ez nyilvánvaló. Szerintem ez nagyban múlik a sajtón és az ellenzéki politikuson, nyilván politikusokon. Azon, hogy például a nyomozati anyagban mi van még, amit a 444 megszerzett, és step by step, lépésről lépésre hoz ki belőle valóban kínos részleteket. Én úgy látom, hogy ezt leszámítva dolgoznak a hatóságok, és akik a hatókörükbe kerültek, azok előbb-utóbb elnyerik méltó büntetésüket, addig pedig... Hát kérdés, hogy politikailag mit hoz ki ebben az ellenzék? Én úgy látom, hogy ők erre nem dolgoznak rá annyira, mint amennyire... Én gondolom a helyükben tenném, de ez már legyen az ő problémájuk. Szerintem az annyi bizonyosan kiderült belőle, hogy miközben mondjuk egy példát hadd mondjak, Ceglédi Csaba mondjuk vádlottként bírósági eljárással szembenézve, nagyon komoly bűncselekménnyel szembenézve lehet jelölt mondjuk a baloldal listáján, illetve a baloldali közösség részéről, és tőle nem várják el, hogy vádlottként visszalépjen, akközben például Völner Pál megtette azt, hogy lemondott és visszavonult a pozíciójából. Az állami hivatalt viselt, miközben Ceglédi Csaba nem. Ez egy másik helyzetű kormányzati tag volt. A Völnernek végül is az országgyűlési képviselői pozíciója az megmaradt, nem? Ez így van. Arról nem mondottam. Igen, hát az kell. Sőt, az összes többi fideszes vád alá vont képviselő is ott ül a parlamentben. De az államtitkárságról lemondott, és minden egyéb pozíciójáról. Hát azért igazságügyi államtitkár egy ilyen helyzetben csak nem lehet valaki. Mondtam, hogy ez meglepő. Mára például az derült ki, hogy a fővárosi törvényszék elnöke tényleg fogadta a végrehajtás vezetőjét, ami hát azért újszerű információ, mert tegnap előtt még nem fogadta. Mára meg már tudja, hogy fogadta. Tehát minden napra valóban jut valami, amivel beljebb vagyunk, vagy előrébb vagyunk. Milyen képet fest az ország állapotáról az, amit eddig tudunk? Kezdve a kék villogótól egészen a 80 millió kontra 800 millió, a siófoki 500 ezer forintos megkent önkormányzati dolgozó. Szóval mit látunk ebből? De szerintem ezt igazából, és ez nem egy 2010 óta tartó jelenség, hanem hát én amióta élek, ez mindössze 35 évet jelent, azóta én viszonylag közelről, vagy esetleg messzebbről látom, hogy megdöbbentően messzire el lehet jutni lojalitással és protekcióval és hasonló dolgokkal. Ez jól láthatóan nem változott különösebben. Visszatérve egyébként egy kicsit erre az ügyre, hogy engem mindig arra még ugye a Nokia-s doboz sztorira emlékeztet egy kicsit, csak azt annó a Fidesz azért jóval erőteljesebben és ügyesebben kiaknázta, de egyébként nagyjából ugyanezt a világot látom ebben a Völner ügyben, ami már nem is biztos, hogy csak Völner ügy. Valóban. Lehetne ebből nagyobb politikai purpallét csinálni. Ami számomra egyértelműnek tűnik, hogy az igazságszolgáltatás dolgozik. Tehát az egyszerre úgy nem igaz, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás nem független, majd egy ilyen ügy megtörténet, és megismerhetünk ilyen csúnya részleteket, amelyek szerintem nem az egész országról mondanak el valamit, hanem erről a körről, amelyik ebben részt vett. Akkor ennek fényében arról mit mondasz, hogy a 444 készített egy podcastot ennek a történetnek a felbontására, ami dokumentum náluk van, arról beszéltek egy órán keresztül, és abból az derült ki, hogy láthatóan az a dokumentum sor, amit megkaptak az ügyészségi anyagból,
az különböző hiányokkal küzd. Tehát, mint hogyha bizonyos ügyek nem lennének folytatva, mint a bizonyos személyekről nem lehetne többet tudni, mint egy kihúzott fekete csík, és onnantól kezdve semmi. Miközben az összes többi név nem volt kihúzva. Ja, azért egy folyamatban lévő nyomozásról van szó. Ez törvény szabályozza, hogy a nyomozás bizonyos részleteiről a nyomozás érdekében, hogy az igazság könnyebben kiderülhessen, nem lehet a nyomozás ideje alatt tudomást szerezni. De ehhez képest a lehallgatási anyagokat elég szélesen ismerjük most már. Ez az a szintja a nyomozásnak, amelyet már megtehet az ügyészség is, hogy kienged a kezei közül, mert ebben nem lesz változás. Ezt már ők tudják. Nem látok bele a papírokba, és én például nem én kaptam, hanem 444 kapta meg ezeket az iratokat. Ugyan én nem tudok többet mondani, de azért az biztos, hogy a nyomozás még zajlik, még konkrét végleges vádemelés nem született. Tehát azért ezt várjuk meg, amíg az eljárás lezajlik és megszületik. Így az van. A dokumentum alapján többet fogunk tudni. Mindenképp így kell eljárnunk, Fekő Ádám, Kacsó Dániel. Köszönöm szépen. Mi köszönjük.